Erdélyi János Sortűz után című filmjét tekinthették meg a látogatók a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából, a Kelenvölgyi Közösségi Ház és a Kelenvölgyi Polgárok Köre által rendezett filmvetítése. Az alkotó Erdélyi János az 1956-ban Moson-Magyaróvárot történteket elevenítette fel, azon túlélők szemszögéből, akik 1989-ben a rendszerváltást követően első alkalommal beszélhettek személyes tragédiájukról. A film a forradalom 50. évfordulójára készült el 2006-ban. Arról szól ez, hogy mit éreznek a 56 túlélői, megvalósult-e valami lelki kárpótlás ezekben az években, és hát fájdalmas ez az emlékezés, mert 2006-ban úgy érezték, akik még akkor éltek, túlélők, hogy nem kapták meg azt az enyhítést, amit a fájdalmukra ők elvártak volna. A február 23-i Kelenvölgyi Filmklub házigazdája, Kinyó Ferenci Tamás dokumentumfilmrendező, producer volt. Szerinte a dokumentumfilmeknek ma is van létjogosultsága. Az 1956-ról szóló filmek közönségében sok fiatalt és idős túlélőt is gyakran lehet látni. Vannak, akik azt mondják, hogy minek már megint 56-ról beszélni. Borzasztó keveset. A lényegről nagyon keveset beszéltünk. Térben és időben megpróbálják beszűkíteni, ugyanis ezeket a 56-nak a témáját, tematikáját. Térben olyan értelme, hogy csak Budapestre próbálják szűkíteni, meg egy-két olyan eseményre, mint például a Moson-Magyaróvári sortűz, holott az egész Magyarországon és az egész világon egy nagyon nagy szabású esemény volt 56 és a következményei. Időben pedig leszűkíteni csak a forradalom tizenvalahány napjára, holott előzménye is voltak, és hát főleg a következményei azok rettenetesek voltak a mai napig. Mindannyian a hatása alatt vagyunk, tehát a most élő fiatalok is. Az országgyűlés 2000-ben fogadta el azt a határozatot, amely február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította.